Ahogy az emberi sorsokat megpecsételő napok általában, 2013. március 12-e sem úgy indult, hogy a világ kifordul a sarkából. Aki sokat vezet, gyakran nem emlékszik magára a megtett útra. Az egyik percben itt van, a következőben ott. Az indulástól a megérkezésig egyszerűen úton volt. A kettő közti részleteket csak akkor próbálja kétségbe esetten előhívni az emberi elme, ha történik valami rendkívüli. Mondjuk egy nap valaki úgy bevág jobbról, hogy a gyanútlan sofőr óhatatlanul elveszti az irányítást. Kelj már fel, légy szíves, megint elkésel. Kelek magamtól is 2 perc. 10 perce is 2 perc volt, pakolj be a táskádba, öltözés, fogmosás, indulás. Haló, Dénes, hallod, amit mondok? A csodába, Flóra, te meg mit állsz még itt? Már el kellett volna indulnod, sipírc. Jó, csak megcsinálom a hajamat. Dénes, ez a 2 perc is letelt. Anya, hol van a hajvasaló? Ahol szokott, de ha kész vagy, húzd ki. Mindig kihúzom. Tegnap sem húztad ki, én húztam ki. Nem igaz, anya, miért kell ez minden reggel? Azért erről a stílusról délután beszélünk. Na jó, ezt semmi kedvem hallgatni. Akkor el is indulhatsz. Megyek, csak kell egy kávé. Kislányom, a Kamillát kijönthetem, érzed, még a füled fog kelleni. Nem, már jó, köszi. Mindegy, azért itt hagyom, hát ha délutára még bedurran. Az öcsét felöltözött? Már cipőben vagyok, nyugi. Jó, csak menjetek már. Bárki kedreggele lehetett volna. A kamaszok elindultak az iskolába, ahogy minden kamasz minden reggel, nyűgösen keserves küzdelem árán. Ahogy végre az ajtón kívül kerülnek, csend lesz a lakásban, csak a kutya körme kopog a padlón. Gyere, Serike, igen, most már te jössz, megyünk. A másfél éves Yorkshire tacskó keverék viháncolva ugrálja körbe, de azért a pórászt mégis sikerül a hámra kattintani. Renner Erika a tükörbe pillant. Megigazítja a haját. Betűri a pulóvert, csípősek még a reggelek, hétvégére havat is mondanak. Végig simít az új kabáton, hónapokig várta, hogy leárazzák. Most az övé, és ma végre megint elég hideg van, hogy felvehesse. Csörög a telefon, Dénes az. 7:34 legfeljebb a villamos megállóig juthatott ennyi idő alatt, mi maradt itthon megint. Anya, otthon hagytam az edző cuccot, légy rakd ki az ajtó elé, majd Márk vagy apa érte meg, jó? Miért ziház, még nem vagy a megállóban? Még nem. Kiteszed? Persze, kiteszem, csak szedd a lábad, nem éred el a villamost, aztán megint beírnak 3 perc miatt. Elérem, anya. Nem hallom, hogy sietsz. Jó, anya, nyugalom, be fogok érni. Szia, délután találkozunk. Visszasülyezti a zsebébe a telefont, ráhúzza a cipzárt, lemosolyog a kutyára. Most meg mit szaglászik az ajtórés alatt farokcsóválva? Talán a szomszéd este kirakta hűlni a kocsonyát. Na, gyere, Seri, most már tényleg indulunk. Ahogy kezében a pórázzal kinyitja az ajtót, egy sötét ruhás alak tornyosul elé. Olyan közel, hogy neki ütközik. A fején bukó sisak, az arcát maszk takarja, a füle sem látszik ki, csak a szeme csíkja, az is alig. Olyan gyors és határozott mozdulattal ragadja meg a torkát, hogy hátra hőkölni sincs ideje. Erika a halántékán lüktet az ér, az orcimpái kitágulnak, szédül és különös bódultságot érez. Egy villanással látja a kék szemeket, de a sötét ruhás gyorsan megfordítja, és már tolja is befelé vissza a lakásba. Sikít, elvágom torkát, nem nézi arcom. A férfi a tőszavas utasításokat a támadás során többször is elismétli. Sikít, elvágom torkát. A kulcsomót kicsavarja a nő kezéből. Melyik kulcs? Kérdezi. De a választ meg sem várja. A megfelelőt illeszti a helyére, és ráfordítja arra a zárra, amit a lakásban élők is használnak. A heveder zárra. Az egyetlenre a 4-ből, amivel a kissé megvetemedett ajtót még éppen be lehet zárni. A másik kezével még mindig a nő torkát fogja. Aztán lenyomja Erikát a földre. A kabátot felrántja a hátán és a fejére húzza, hogy ne lásson ki alóla. A nő torkán alig jön ki hang az iménti szorítástól. Nyűszítve könyörök, hogy ne, csak ezt ne tegye vele. A támadó, mint akinek valami hirtelen eszébe jut, egy pillanatra megáll. Kis hezitálás után lejjebb tolja a kabátot, hasra fordítja és rául a combjára. A zsebébe nyúl, és elővesz pár gyors kötözőt. Félkézzel összeszorítja Erika csuklóit, és ráhúz a zsinegekkel. Egyszer, majd még egyszer, és még egyszer. Amikor ezzel végez, megkérdezi, hol van a telefonja. Erika nem árulja el, hogy a kabátja mindkét zsebében van egy-egy készülék, de a férfi magától is tudja. Miután az első telefont megtalálta, folytatja a keresést a másik zsebben. A két készülék ezután elérhetetlenné válik. Aznap reggeltől egyik sem fogad már hívást vagy üzenetet. A támadó leragasztja a nő száját, majd a lábait is megkötözi. A konyhába megy, pár percig odakintről hallani a neszezését. Visszatér, a nő mellé gugol, oldalt fekteti. Erika nem bírja elviselni ezt a pózt.
Már kezd is sugározni a gerincébe a fájdalom, amikor a maszkos férfi a cipőszekrényből elvesz egy pár csizmát és a térdei alá teszi. A gerinc fájdalom megszűnik. Könyörögtem neki, hogy ne bántson. Mindent odaadok, bár csak 1500 forint volt a pénztárcámban. Sírtam és a gyerekeimre gondoltam. Neki is róluk beszéltem, hogy vigyem minden, de őket fel kell neveljem. Azt mondta, ha nyugton leszek, nem fog bántani. Miután megkötözte a kezem, kiment a konyhába. Amikor visszajött, egy ezüst ragasztószalaggal a lábamat is összekötözte. Én továbbra is folyamatosan kérleltem, hogy ne öljön meg, ne bántson, látni szeretném a gyerekeimet. Akkor a számat is leragasztotta a ragasztószalaggal, és azt mondta, nem fog bántani. Miközben az előszoba padlóján feküdtem, otthonosan kibejárkált a konyha és a nappali között. Zörgött a hátizsákjából kivett zacskókkal. Többször átlépett felettem, amíg én összekötözve feküdtem a földön. Csak arra gondoltam, hogy mindjárt elmegy, és akkor felhívhatom Attilát, a szerelmemet. Éreztem, hogy ki tudnám húzni a kezem a kötésből. Megkereste a táskámat, és a tartalmát kiöntötte a fejem mellé. Újra kiment a konyhába. Hallottam, ahogy valami nejlonnal zörög, majd visszajött, és azt mondta, adok injekció, aludni fog, és a combomba, nadrágon keresztül belevágta a tűt. A folyadék feszítette az izmot nagyon. Még láttam a nappaliban a digitális óra fényét, 7:43. Sziasztok! Lukács Luca vagyok, és ez a Mit Gondol Podcast, amit a Meriklerrel közösen készítünk nektek. Az imént egy részletet hallottatok Jenei Luca elmondásában, Mérő Vera Luke című könyvéből, melyben Renner Erika a lúgos ügy sértettjének történetét írta meg. 2013. március 12-én reggel Erika elindította a kamasz gyerekeit az iskolába, majd amikor készült levinni Seri kutyusát a reggeli sétára, az ajtóban ott állt a támadója. Tőmondatokban beszélt, kezeit és lábait összekötözte, majd elkábította és lúggal csonkította meg a nemi szerveit. Az elkövető Bene Krisztián, aki ekkor az irgalmas rendi kórház igazgatója volt. A bűncselekmény után hamar ráterelődött a gyanú, hiszen az azt megelőző időszakban zaklatta Erikát, és a támadás napján tartott házkutatás során a férfi autójában találtak egy injekciós tűt is, benne azzal az anyaggal, amit Erika elkábítására is használtak. A büntető eljárás mégis hosszú évekig elhúzódott. 2018-ban született meg a végleges jogerős ítélet, miszerint Bene Krisztiánt 11 év börtönbüntetésre ítélték. Rengeteg visszaélést, szakmaiatlanságot, nem megfelelő bánásmódot és áldozathibáztatást élt át Erika az eljárás során, részben a támadója magas státusza és respektusa miatt, részben pedig azért, mert a rendszer egyszerűen így működik. Egy bűncselekmény után a büntető eljárás ideje alatt a sértett újra és újra átéli a vele történteket. Tanúként kihallgatják, újra részletekbe menően el kell mesélnie azt, ami történt vele, és közben megkérdőjelezik minden szavát. Erika egy dolgot szeretett volna elérni az évek alatt, hogy az igazságszolgáltatás tegye a dolgát úgy, ahogy kellene neki, és ezt egyszer sem adta fel, pedig a poklot is megjárta az elmúlt 10 évben. Az úton mindvégig támogatta őt Balog Attila, Erika párja, akivel a bűncselekmény előtt 3 hónappal lettek szerelmesek, és azóta is egymás társai az életben. A mai epizódban Renner Erikával beszélgetek a bizalomról. Arról, hogy egy áldozat egy ilyen eset után hogyan képes újra bízni az embertársaiban. És arról, hogy lehet-e bízni a rendszerben. Állampolgárként biztosak lehetünk-e abban, hogyha bűncselekmény áldozatai leszünk, vagy bármilyen sérelem ér minket, akkor a minket körülvevő rendszer mindent meg fog tenni azért, hogy igazságot szolgáltasson. Kint van a könyv egy ideje, és megjelent, és egyre többen olvassák a történetedet. Hogy vagy te ezzel? Azért az, hogy te nyilvánosságot választottad arra, hogy ez az ügy minél nagyobb vízhangot kapjon, az már régóta történt, tehát ez nem most történt, de azért ez a könyv, ez egy nagyon erőteljes lenyomata a te elmúlt 10 évednek és a te történetednek. Hogy vagy azóta, Erika? Nagyon jól vagyok, és igazából egyre jobban, tehát ezt mindig szoktam mondani, most már idézik is, hogy tényleg úgy érzem, hogy mint a szorgos hangyák, úgy hordják szét a fájdalmam minden egyes ember, aki elolvassa, és utána ír nekem. Úgyhogy én egyre jobban vagyok. Azért is kérdeztem ezt, mert most a következő
másfél órában igazából arra kérlek, hogy egy csomó dolgot idézzünk fel, és beszéljünk át, és tudni akartam, hogy ezzel kapcsolatban neked milyen érzéseid vannak. Szerintem ez egy szolgálat a részedről, nem? Hát amikor csinálom, akkor nem érzem, akkor csak van bennem egy borzasztó nagy vágy, hogy elmondjam, hogy mi zajlik itt a háttérben, és hogy mi... Hát hogy egyszerűen tényleg elhúzom a függönyt, mert annyira fáj, ahogy látom a villamoson az embereket, és látom, hogy ők azt hiszik, hogy egy biztonságos rendszerben élnek, és közben én meg ott vagyok, és tudom, és úgy érzem, hogy felelősségem elmondani, hogy mi zajlik, és mi vár arra, aki áldozat ma Magyarországon. Úgyhogy hát lehet akkor szolgálatnak is, de én inkább egy erős felelősséget érzek ebben. Ebben a műsorban az a koncepció, hogy mindig ide hívok egy embert, és azt gondolom, hogy van az ő életében egy olyan szó, egy olyan téma, ami talán nagyobb jelentőséggel bír, mint a többi emberében ez a szó. És én amikor figyelemmel kísértem a történetedet, és aztán a kezembe fogtam ezt a könyvet, akkor azt éreztem, hogy a szó veled kapcsolatban, amiről beszélgetni szeretnék, vagy amit a fókuszba szeretnék állítani, az a bizalom. És a mai napon fogunk beszélgetni a rendszerben való bizalomról, legyen szó egészségügyről, vagy igazságszolgáltatásról, és fogunk beszélgetni arról is, hogy egy ilyen eset után te az emberekben hogy tudsz bízni, vagy hogy tudsz működni a mindennapokban. Szóval lesz egy ilyen objektívebb része is ennek a bizalomnak, illetve lesz egy személyesebb része is ennek a bizalomnak. Azzal szeretném kezdeni, hogy most volt 8 éve az, hogy megszüntették a nyomozást. Igen. Ugye az eljárás egy szakaszában tulajdonképpen az ügyészség megszüntette a nyomozást, és elrendelte az összes bizonyítéknak a megsemmisítését. 30 napon belül, igen. Is. Igen. És ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy ennyi, nem folytatják tovább az eljárást a te ügyedben, és itt 8 napotok volt arra, hogy ti megírjátok a fellebbezéseteket. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pontja annak, hogy mi zajlik ma Magyarországon az igazságszolgáltatásban, és elsőként kíváncsi vagyok arra, hogy akkor, abban a pontban, 2014-ben volt ez, ha jól Igen. számolok, akkor te mit éltél meg? Igen, annyit még pontosan, hogy ez a rendőrség vádemelési javaslattal küldte meg, konkrétan leírta, volt tárgyi bizonyíték, szemtanú, nem volt alibi, volt indíték. Tehát ez egy sima ügy volt, lett volna. A másik az, hogy ami abban a legdurvább, hogy úgy szüntette meg, hogy ismeretlen tettes ellen sem. De ez egy nagyon fontos mondat, pont arra, amit most reflektálni szeretnék arra, hogy mit éreztem, mert ez tehát nem azt mondta, hogy a vádlottat nem ítél, hanem senkit. Tehát ami velem történt, nem érdekli a magyar ügyészséget. Egyáltalán nem. Tehát nem nyomoz senki után, nem érdeklem őket. Tehát ez a legfontosabb momentuma volt. És a másik pedig azért, mert én nem ismertem. Szóval igazából voltak ilyen rámtoló mondatok még. Tehát én akkor, hogy mit éreztem, hát ezek után, hát ez volt az a dobbantó pont, amikor, hát abban a pillanatban, amikor készhez vettem, és kinyitottam a borítékot, nyilván vastag boríték volt, azt hittem, hogy ebben most le lesz írva, minden áldozat azt várja, hogy amikor iratokat kap, akkor meg le lesz írva, hogy vele mi történt, tehát kap egy ilyen átfogót, hogy mi történt, egy iránymutatást, egy szakmai anyagot kap. Hát ez nem az volt. És amikor ugye az első oldalon olvastam a megszüntetőt, akkor szóval azt a könyvben elég jól le is írtuk, hogy kértek egy személyes véleményt is, tehát én azt hittem, hogy szóval az az érzés, aztán én még soha életemben így nem éreztem. Tehát, hogy így nem is szokott a szavakat, tehát nem becsapva, hanem ez elárulva. Tehát ez a legjobb, hogy elárultak, és hogy én hittem. Szóval, hogy így tényleg az volt, hogy segítségért kiáltanék az emberek. Szóval kimennék az utcát, és megáltanék embereket, és mondanám, hogy segítség, mert hogy teljesen, ez a teljes magadra hagy, szóval, hogy vége. Tehát, hogy velem ezt meg lehet tenni, nem érdeklem a magyar rendszert, az igazságszolgáltatást, a jogszolgáltatást, senkit nem érdeklem. Szóval ez a teljes magamra hagyatottság volt. Ez volt abban a pillanatban. Hát utána kaptam gyógyszereket, frontint, soha nem használtam, az volt az első nap, amikor kellett éjszaka,
akkor egy ilyen nagyobb pánikroham ugye volt itt éjszaka. Attilával ültünk ugye a sötét szobában, neki el kellett mennie éjszaka, beteg lett a lánya, és hát akkor egy nagyon súlyos része volt ott a fizikailag, majd lelkileg ennek a résznek. És utána többször át kellett olvasni, és le kellett higgadni, tehát ezt el kellett tolni magamtól. És azt, hogy egyszerűen muszáj volt kimondanunk, hogy egyedül vagyunk. Tehát ez tehát az a magány, amikor magamra hagytak a lakásomban, Attila adagolt a morfiumot és kötözött óránként, az is egy magány volt, de ez egy másfajta magány. Ez nem az a pont, én úgy képzelem ezt el, mert hogy olvasva azt, amit tudni lehet az ügyről, addig sem érezheted magadat biztonságban olyan szempontból, hogy ez ki lesz vizsgálva, és a bűnös el lesz ítélve. Szóval, hogy pont az, amit mondtál, hogy ebben a határozatban, ebben a megszüntető határozatban egy csomó rátoló mondat volt, vagy olyan kifejezés volt benne, ami azt érzékeltette, hogy igazából neked is van hibásságod abban, ami veled történt. Áldozathibáztató, mondjuk, igen. Tehát az ügyészség részéről áldozathibáztató igen, mondatok igen. Szerepeltek, nyüzsögtek benne. De inkább a félelmetes számomra az volt, hogy azt mondta, hogy a bizonyítékokat 30 napon belül meg sem, ezt minden hallgató fogja tudni, hogy soha semmilyen ilyen súlyú ügyben, ami életveszélyt okozó, de még kisebbekben sem, nem semmisítik meg a bizonyítékokat, hanem egy úgynevezett döglött aktákban, egy dobozban tárolják, tudom, sőt, saját szemmel láttam, hogy van ilyen. És amikor én azt olvasom, hogy az összes bizonyítékot is megsemmisítik, akkor tudtam, hogy ezt hogy én soha többet ne tudjak ebben az ügyben sehova fordulni. Sem pótmagánvádra, sehová. Tehát ez volt a rémisztő benne, hogy ilyen vehemenciával, azt nem is mondom, hogy tele volt hazugállításokkal maga a megszüntető, ténybeli tévedések, súlyos ténybeli tévedések, tárgyi tévedések is voltak benne. Azon kívül hamis tanúkra hivatkoztak, akit utána már azóta elítélték a titkárnőt, ugye? Egy hamis tanúra hivatkozott az ügyészség. Tehát először tényleg a pánik, utána egy lehiggadás, hogy tényleg magunkra ezt tudatosítják, hogy vége. Tehát itt 30 napon belül meg akarták. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nekünk egyértelműen kinyilvánított az ügyészség, hogy ezt az ügyet el akarja tusolni. Ezt az ügyet nem akarja, hogy ez bírósági szakaszba kerüljön. Ezt fel kellett fognunk otthon, hosszú ideig átbeszélni. Nem szabad azt gondolni, hogy nem szabad jó hiszeműnek lenni már egy ilyen után. Tehát ez már annyira aljas volt, és annyira arcátlan, hogy nem is lehetett. Tehát akkor mi szembesültünk azzal, hogy itt vége. Én nekem tényleg ez az a dramaturgiai pontja ennek a történetnek. Ez különben így van. Amikor azt érzem, hogy tényleg a teljes magadra maradás pillanata, amit rettenetesen sajnálom, hogy át kellett élned. A bűncselekmény 2013. március 12-én történt. Igen. Ugye utána történt az, hogy azon a napon este Bene Krisztiánt előzetes letartóztatásba helyezték. Miután 7 órakor. Minden tanú szerint a gyanúra irányult. Nem voltak akkor még tanúk. Nem voltak tanúk, hanem én eszmetlen állapotban voltam. Tehát engem nem voltam kihallgatható állapotban. Intenzív osztályon feküdtem gépeken infúzióval. Morfiummal. Tehát én nem voltam kihallgatható állapotban, gyerekeimet vitték el kihallgatni, őket első percben kezdték el kérdezgetni, hogy volt anyukádnak haragosa. Tehát rögtön a rendőrség az azonnal tudta, hogy ez nem egy betörés, ez nem egy lopás, nem vittek el semmit. Jobban mondva a kulcsaimat, de hát nyilván egy betörő nem jön el egy kulcsért betörni, és nem csonkít meg senkit egy kádban. Tehát elég hamar tudtak, hogy el is mondták a gyerekeknek, hogy az elején, hogy ez édesanyjátok ellen irányuló támadás volt, ezt tudjátok. Persze, az elején nem tudják ezt még, hanem kezdik besorolni. Ugye először csak egy betörés, ugye az biztos volt. És akkor gyerekeket kihallgatták, és hát ugye ők, hát iskolából lettek odarángatva édesanyját. Úgyhogy a lányomat 5,5 órán keresztül hallgatták meg, egy pohár vizet nem kaptak. Azt kérte, hogy hagyj álljon fel, megmozgatni rá, mert úgy érezte, hogy elájul. Tehát folyamatosan hallgatták, és próbálják is agyával összerakni, hogy mi lehetett anyámról, úgy, hogy egész végig nem mondják meg, hogy anyukád él vagy hal. Tehát semmi információ nincs rólad. Nincs ilyen. Másik szobában a fiamat hallgatják, a harmadikban volt férjemet.
és elkezdték, meg a barátnőmet, aki ott volt, tehát mindegyik szobában hallgattak, és ez egy trauma, hogy ők megtaláltak engem, a barátnőm volt férjem, tehát ők egy totál trauma állapotban, a gyerekeim teljes traumában, mindenféle szakember nélkül, ez Magyarországon így megy, hallgatnak ki egy 14 éves és egy 15 éves gyereket. Szóval nagyon nehéz volt, és egy szegény lányomnak a végére kezdett ugye összeállni, amikor összerakódik, ő tök jó elmondja a kép, hogy itt volt egy, aki zaklatott, követett, ő orvos, engem injekcióval kábítottak el, szóval így összeáll neki, és akkor mondta, hogy van egy ilyen ember. Na onnantól kezdődött azt mondani, hogy állj, tehát akkor kezdjük ezt még egyszer, akkor megint vegyük át előről, megint átkezdték. Neve tudtak, tök ügyesek voltak, ugye én egy elég nyílt kapcsolatban vagyok a gyerekeimmel, tehát mindent tudnak rólam, én is róluk, mi így élünk, és elkezdték mondani, hogy ki nevet tudtak, hol dolgozik. Ugye akkor nagyon megrettentek, hogy nem a Honvéd kórház, majd pont ott vagyok. És akkor innen, tehát akkor megvolt az, hogy ki az, aki lehetséges, akivel haragban vagyok, akivel rossz viszont, aki zaklatott. És akkor kezdték, ugye őt bejöttek hozzám a kórházba is, kiküldtek mindenkit, amennyire magamnál voltam, annyira megpróbáltak kihallgatni, hogy vagyok minden, és hogy volt olyan, aki mostanában bántott vagy zaklatott, és akkor én, hát rögtön mi ezt, hát mi nagyon úgy éltük meg az utolsó 4 hónapot, hogy maga a bűncselekmény nagyon furán hangzik, de már egy kegyelem volt, mert annyira ez a zaklatási rész, ez aki itt zaklattak, az pontosan tudja, hogy mennyire borzalmas ez, nem hiába bünteti a törvény, nem borzalmas a zaklatás. És akkor én mondtam, hogy igen, volt, felmutattak egy fotót, akkor már nyilván gyerekemtől jöttek, tehát akkor már megvolt a személy. Akkor őt elkezdték keresni, nem volt meg, országos elfogatóparancs volt, és akkor így 7 órakor lakásába őt elfogták. És akkor volt egy házkutatás. Az, ami a kocsi is beletartozott. Ugye akkor elég hosszú idő tölte, hogy engem egykor találtak meg, és ez már este 7:30 volt. Tehát ott nagyon sok idő sajnos eltelt. Ezek a forró nyoma a legfontosabb, és akkor a kocsiában, abban a bizonyos kocsiban találták meg azt az összeszerelt tűt, amiben midazolá, amit kés, hát mindegy, egy összeszerelt tű volt egy autóban. Amiben ugyanaz a folyadék volt, amivel az téged elkábítottak. Amit azolán, ami szigorú számadás, ami nem lehet autóban. Bár a Bánáti János, a védője azt mondta, hogy hát ez csak annyi, hogy egy orvosnak van egy tű. Gondolom minden fodrásznak egy hajszárító, igen, sőt, igen, egy kertésznek egy fűnyíró, ugye? Nyilván ez így szokott lenni. Azon kívül, hogy olyan pont ugyanolyan, akit aznap eladtattak ugyanazzal a szerrel egy nőt, akit megcsonkítottak, eladtattak, és ez a szer sajnos nem olyan, amit a receptre kiválthatok a gyógyszertárban, hanem ez egy szigorú számadású, csak műtőben, és ezt azonnal veszélyes hulladéknak. Tehát ezt nem vihetem ki. Akkor viszont beszéljünk arról, Erika, hogy mi a dinamikája egy olyan zaklató kapcsolatnak, ami odáig fajul, hogy te pontosan tudtad igazából a végére már, hogy nincs biztonságérzeted, és nem lehet biztonságérzeted. Hogyan éri ezt el egy ember egy másikkal? Ez egy személyiségtípus. Most már persze én is utána olvastam. Sajnos ezt nem tanítják az iskolában nekünk, de ez egy személyiségtípus. Megfigyel, jelző, SMS-eket küld. Ez egy ilyen folyamatos nyomás, hogy például láttalak bemenni az állatpatikába, baj van a kutyában. Nem láttál bemenni, is, hanem megfigyeltél. Nagy a különbség. De amikor te nem vagy erre felkészítve, akkor nagyon rossz érzés, egy borzasztó, állandó nyomás. Ezek az jelzősemsek, ezek nem véletlenül csinálják, hogy jelenlét, a folyamatos jelenlétét biztosítja, hogy ő ott van. Ez mindenféle szinten lájkolja, ha már mindenhonnan le van tiltva, akkor a munkahelyi, mert Facebook oldalát lájkolja. Tehát egy állandó jelenlétet biztosít, és ezt neked mutatja, hogy őt figyel, lát téged. Te tényleg sokat tud nekem mondani, hogy elmész egy no-name filmre, egy dán művész filmre, és másnap az a kedvenc filme. Szóval borzalmasan rossz. És ezek olyan részletek, van egy olyan történet is ebben, amit ismerek, amikor ti elmentetek a Világveleje Fesztiválra, ahol volt egy nagyon kicsi zenekar, aminek ő a zenéjét másnap kiposztolta a Facebookra. És akkor mindez már olyan... Kirázott a hideg még most is, igen. És akkor mindez már olyan időszakban volt, illetve ti olyan állapotban voltatok, hogy Attila igazából folyamatosan vigyázott rá, tehát hogy ott állt a női mosdó előtt, amíg te bent voltál. Igen. És hogy én nekem abszolút az volt a tapasztalatom, ahogy erről meséltetek, hogy ezeket a részleteket, értem, hogy ezek Facebook lájkok, meg Facebook posztok, de ezeket elbagatelizálja a hatóság. Nektek is ez volt a megélésetek? Egyáltalán nem érdekli, tehát sőt, nem úgy elbagatizálja, konkrétan megmagyarázza nekem. De miért? Hát ő is szeretheti ezt a zenét. De miért? Szóval egyszerűen összességében nem látja, nem ismeri a dinamikát. A magyar bírósági kar emberei nem ismerik a zaklatás dinamikáját. Döbbenet.
többenet. Tehát ők úgy kezeltek, mintha a pénztárcámat lopták volna el. Tehát nem tudják, hogy mi egy párkapcsolati erőszak, egy párkapcsolatban egy zaklatásnak mi a dinamikája. Fogalma nincs. Tehát, hogy ezek miért fontos jelek, ezek miért fontosak, ezeket egyszerűen egyáltalán fogalma nincs. Teljes süketségbe esni. És akkor megpróbálja, nem hogy lebagatelizálja, mert az is egy szörny. Megpróbálja nekem megmagyarázni. Hát nem is tudom elmondani. Tehát egyszerűen döbben, hogy így működik ma egy rendszer, és hoz ítéleteket. És... Szerintem te vagy az egyik olyan ember ebben az országban, aki valós tanácsokat tudna adni abban, hogy hogyan kell megreformálni az igazságszolgáltatást úgy, hogy hogyan kell a bántalmazottakat végig segíteni az eljáráson, hogyan kell velük viselkedni, és hogyan kell segíteni az ő felépülésüket azzal együtt, hogy egyébként az igazságszolgáltatás is megvalósuljon. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hol kellene szerinted elkezdeni a változtatást? Egy külföldi országban meghívtak-e, megmutatták, hogy ott, amikor egy áldozattal történik egy bűncselekmény. Szóval, tehát, hogy most azt mondsz, hogy más országban ez hogy működik? Úgy, igen. Oda azonnal az áldozaton, oda megy egy szociális munkás, egy pszichológus, egy jogi segítséget kap, egy, tehát nem ő megy oda, mint én, hogy sorszámot húzok pelenkába a AEK-nál, és akkor majd ott várom, hogy behívják az 526-a számot, hanem ők kijönnek, mire van szükségem, tehát orvost is kap, tehát én kerestem magamnak műtétet. Lakatos Gabrielának a testvére kísérgeti műszemér. Mi ez? Mi ez? Ez hogy engedheti meg egy rendszer? Ha Lakatos Gabrielának nincs testvére, és nem adja föl, mert Attila... A Lakatos Gabriella az a nő, akinek a... Kinyomták mind a két szemét, volt párja, igen. Tehát az Attila kivette magát a munkából, ő home office-ba ment, amikor én velem ez történt, hogy pelenkázni tudjon, hogy minden székre tűz. Tehát ki, egy kutya nem nyitotta rám az ajtót. Tehát ha én ott meghalok, mondjuk vérmérgezésben, mert elég súly, hát elég fertőzés veszélyes az égési sérés, akkor mi történik? Engem mi hazaengedtek 12 nap után a kórházból. Tehát, hogy, és kutya nem nyitott rám. Nemhogy egy szociális, nemhogy egy orvos, senki. Bármilyen pszichológiai segítséget te kaptál valaha állami egészségügytől? Soha. Ez az egy könyvben le van írva, az az egy, amikor ki akartam nyitni az ablakot, és a kilincset, hogy megkaphassam, akkor volt az a nagyszerű pszichiáter. Ezt elmeseled ezt a történetet? Ez nagyszerű, ezt nagyon szeretem. Ugye feküdtem egy szobába egyedül, ugye, és Attila gyakorlatilag ő intézett ott mindent, és néha ugye jöttek kötözni naponta, és nagyon akkor volt egy ilyen nagyon meleg nap, és éreztem, hogy én nem kapok levegőt, tehát voltak ott egyéb pánikrohamaim, és akkor volt egy ilyen, hogy megint nem kapok levegőt, és mondtam a tek, hogy nyissa ki egy kicsit, és az jó lesz nekem. És hát nem volt rajta kilincs. És akkor Attila kiment, hogy hát szeretnénk kinyitni, és hogy segítenének ebből, hogy nem nincs ott a kilincs, és mondták, hogy ja, hát azt nem kaphatom meg, akkor kaphatok kilincset, ha megvizsgál egy pszichiáter. Hát mi néztünk, Attila nézett, hát akkor jöjjön, hát... jöjjön, és akkor jött egy olyan 20 perc múlva, hanyagul oda húzta a széket, leült velem szembe, keresztbe tett lába, lóbálta, nézegetett egy ideig, néztük egymást, én az ágyba kiterítve, ugye, hanyat fekve, és aztán egy idő után azt mondta, hogy hallom, hogy magát megerőszakolták. És akkor ott ültem, hogy tényleg? Én erről nem tudok, mert én el voltam kábítva, úgyhogy ja, erről nem tud. De nem, erről nem tudok. És mondta, hogy és akkor mit gondol, mi történt magával? És akkor mondtam, hogy hát nézze, én örülök, hogy élek, és láthatom a gyerekeimet. És akkor mondta, ez egy jó gondolat. Kiment, szó nélkül, és egy 10 perc múlva hozták a kilincset. Úgyhogy mi, ez volt a megsegítés magyar módra az egészségügyben, egy áldozattal, akit megcsonkítottak. Igazából mi arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ez a műszak is volt a műhelyből, ő bennem is a pszichiát, a kilincset azt ő tartja, ugye nyilván számomra. Elképzelem, hogy ez hogy zajlott, hogy kiment a pulthoz, és mondta, hogy vihetik a kilincset, jól van az áldozat. Szóval, nem, most tökre jövünk rajta, de nagyatlan. Örül a gyerekeinek, nem lesz öngyilkos. Nem, igen, nem fog kiugrani, szerintem. Úgyhogy vihetik a kilincset. Köszönjük, doktor úr, visszük a kilincset. Szóval ez, képzeljétek el, hogy ez ma így zajlik Magyarországon. A Honvéd kórházban, tehát nem egy vidéki kórházról beszélünk. Ez volt a egyetlen pszichiátri megség, többi az, mint én bementem az áldozatsegítőközpontba, ott kaptam aztán, de hát ez én mentem oda, ugye ott is kaptam pénzt, hogy legalább ki tudjam váltani ugye a személyi okmányaimat, meg hát nem volt, kár mindent, ugye elvitt a kis tárcámat, tehát abban minden benne volt, és akkor ott kaptam
egy pszichológus megsegít, ami aztán ugye 7 évig próbálta arra felkészíteni a következő tárgyalását. Tehát nem a traumám feldolgozásáról szólt, mivel ugye tovább abuzált a rendszer, utána még 7 évig. Tehát arról szólt, hogy... akut problémák voltak, nem fel kellett dolgozni. Nem, valamint. Ja, lett volna az is, csak odáig nem jutottuk el, arra már nem volt idő. Úgyhogy az volt, hogy próbált felkészíteni mindig a következő, az újabb aljasságok feldolgozására, amiért. Vagy a rendszer részéről, vagy az elkövető védője részéről. Tehát ő jutatott odáig, hogy azért oda tudjak menni egy tárgyalóterembe. Szóval az is, amit mondtál, hogy viselkedik a rendszer. Tehát nem csak az áldozatok miatt fontos nagyon, de hát persze nyilván az lenne a legfontosabb, hogy ők. De a rendszer azért ostoba, mert nekik is fontos lenne, hogy az áldozat, amit te mondtál, biztonságban érezze magát egy tárgyalóteremben. Mert akkor fog tudni kinyílni, akkor fogja tudni elmondani, akkor fogja a jogi személyeknek a tudomására hozni olyan dolgokat, amikből ők tudnak majd aztán ítélkezni vagy dolgozni. Tehát egy abuzált, egy bántalmazott tárgyalóteremben bántalmazott áldozat amúgy is elvesztett biztonságot, soha nem fog tudni úgy palomásokat tenni, ugye mi nekünk palomásokat kell tenni, tanúval, tehát áldozati, de tanúk, egyszerűen tanúk vagyunk. Tehát szóval ezért lenne fontos. Tehát semmilyen megsegítést nem kaptam, pszichológusi, pszichiátrise, ez az egy volt a 9 év alatt, amit így a rendszer nekem biztosított. Egyszerűen felmerül a kérdés bennem, annak kapcsán, hogy az elkövető Bene Krisztián, aki orvosigazgató volt az Irgalmas Rendi Kórházban akkor, amikor ez történt, és igazából ő neki orvosi körökben egy nagyon erőteljes státusza volt, jelentős kapcsolatai voltak, aminek a hatása szerintem abszolút érzékelhető volt az eljárásban, mint abban, hogy te egészségügyben milyen segítséget kaptál, mint abban, hogy a bírósági eljárás hogyan ment végbe. Tulajdonképpen egészen addig, míg a másodfok nem kezdődött el. Meg is, igen, az első másodfok, igen. Igen, de hogy... Abban is több volt. Minden kétszer volt. Mindenből kétszer volt, igen. Ez tényleg így van nálam. Így van. Tulajdonképpen addig az az érzés az embernek, hogy ezt az egészet el akarták söpörni. Azt akarták, hogy minél előbb előjön a csend, minél előbb fogja be a száját ez a nő, és minél előbb lépjünk túl ezen az egész ügyön, mert olyan köröket bolygat, olyan helyzetbe hoz embereket, ami senkinek nem kényelmes, úgyhogy mi lenne, hogyha ezt valahogyan végre félre lehetne rakni, mert ez már nagyon-nagyon-nagyon idegesítő. Körülbelül ez volt az érzése az embernek. Uh-huh. Felmerül ez a kérdés bennem, hogy szerinted a Bene Krisztián befolyásossága mennyiben, hányad részben volt ennek köszönhető az, hogy ennyire elsöpörték a te ügyedet, vagy egyébként ez az általános a magyar igazságszolgáltatásban? Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy Lakatos Gabriellának a tanulatlan, iskolázatlan barbár támadóját se perc alatt el fogják ítélni. Könnyen, mint a kés a vajban, és azt is el fogom mondani, sőt már konkrétan tudom, hogy életellenes bűncselekményért fogják elítélni. Csonkítás, életellenes. Nálam első fokon sima testi sértés volt. Ez. Ez gondolom mindenféleképpen az elkövető személyére szól. Tehát egyszerűen a bíróság szakmát tesz, és társadalmi színvonalat az elkövetőhöz. Olyan, hogyha két jogrendszerünk lenne, és ő ebben itt lavírozhatna. Az, hogy első fokon konkrétan, ez most már kimerem mondani, hogy ez egy lezsírozott tárgyalások voltak az első fokon, amíg a nyilvánosság nem lépett közbe, addig egyértelmű volt. Tehát itt meghamisított a bíró egy jegyzőkönyvet, amire konkrét bizonyítékon van, rosszul járt, mert fölvették azt hangfelvétellel, ott van, hogy mit mondtak a szakértők, ő az enkéntes eredmény elhárítást. Ugye ez egy nem szakszerű jegyzőkönyvről beszélünk, mert hogy alapvetően a jegyzőkönyvnek az a feladata, hogy minden benne legyen, ami elhangzik egy tárgyaláson. Pontosan. Mikó Gergely pedig csak lediktálta azt, amit szerint egy jegyzőkönyvbe kell lenni. Szelektált egy kicsit. És utána még átnézte, igen, egy kicsit, igen. Tehát nyilván Mikó Gergely is látta, hogy piros arra van, hogy életveszélyt okoz ugye a szakembereknek a papíralapon is, és szóban is ezt mondták. De ő azt mondta, hogy szerinte nagyon rendes volt az elkövető, mert betakart a takaróval, megfürdetett, kamillával kezelte, jaj. Szóval döbbenet volt, és gondolom, hogyha megöl és elás, akkor még rendesebb, mert el is temetett, nem? Akkor meg egyáltalán. Na, ez az egyik része, tehát szerintem ez a része, ez konkrétan egy lezsírozott tárgyalás volt, én úgy gondolom. Az,
az, ahogy csinálták, az egy 10-20-40 éve berögzött, hogy ahogy az áldozatokat lesöprik, lenyomják, csönd van, arra válaszolsz, amit kérdezek. Hát velem üvöltözött a Mikó Gergely tárgyaláson, ugye fölvétel van róla. Tehát ő így beszél. Minden nap. Tehát ez nem egy újdonság volt. Neki látszott, hogy nem Brenner Erikának szól, ez az áldozatnak szól. Az nem nekem szólt. Maga az, hogy neki meg volt adva, hogy milyen ítéletet kell hozni, az már nem. Ez az egyik része. A másik az ügyészségi munka. Hát ez nagyon fontos lett volna nekem az ügyészség, hiszen ő képviseli a vádat. Hát ez nálam nem volt így. Az, hogy az ügyészség odaáll egy elsőfokú tárgyalásra, és azt mondja, életveszélyt okozott testi sértés a vád, ami 2-től 7,5 évig terjedő büntetési tétele büntetendő, ami Magyarországon a középmérték az lett volna 5,5 év, 5-5,5. Erre a bíró kihirdette az ítéletet, hogy nem életveszély, leveszem róla, sima testi sértés, maradandó, súlyos testi sértés, és 4 évet adok, és erre azt mondja, nem mondja azt az ügyészség, hogy fellebezek. 3 nap gondolkodási időt kérek. Vajon mi gondolkodhatott az ügyész úr? Van egy saját vágyuk, nem is az a vád, sokkal alacsonyabb, egy kisebb büntet, és még abban sem éri el a középmértéket, és ő nem fellebbez, hanem 3 nap gondolkodási időt kér. Tehát itt mondom, hogy ezeket a különbségeket itt láttuk az ő bánásmódjával. Hogy amikor már bilincsbe hozták, akkor az volt az első, itt különben másodfokon is, hogy kérem, vegyék le róla a bilincset, és rögtön szólt a BVÖr, hogy ennél azt nem vehetjük le. Mert azt senkiről nem vehetjük le. Tehát onnan láttam, hogy ez az elkövető, ez egy senki. Mert az volt az első pont, amikor úgy éreztem a jogházában, hogy ő egy ugyanolyan ember, mint bárki más. Itt ugye arról van szó, hogy alapvetően egy büntető ügy, ez egy büntető eljárás volt, igen. Az úgy néz ki, hogy van egy vádlott, és van az ügyészség, aki készít egy vádiratot, igen. Megalkot egy vádat, és képviseli. Ő képviseli ezt. Alapvetően egyébként a sértetti félnek nincs semmilyen. Ez és nincs is alapvetően szüksége egyébként arra, hiszen ő neki bíznia kellene a rendszerben annyira, hogy az ügyészség teszi a dolgát, igen. És az igazságot fogja képviselni, igen. Ami ebben az esetben alapvetően az sértett igazsága. Hát egy bűncselekmény igazsága, hogy mi történt, ki tette, hogy tette, miért tette, és milyennek a társadalmi szinten a büntetése. Ennyit kéne. Ennyire érdekelt az ügyészséget az én ügyem. Egyáltalán semmit, ezért kellett átvenni az én jogi képviselőmnek szinte az ügyészi szerepet. Szinte ügyész játszott, ő kérdezgette, meg nyilván a vádlotti rész. Aztán ugye elmondhatnám, hogy harmadfokon a legfőbb ügyészségtől kijelölt fiatalember, az viszont professzionális volt, tehát... Na, ezt akartam kérdezni, hogy mi volt az első olyan pont, amikor azt érezted, hogy valaki végre a rendszerben úgy viselkedik, ahogy viselkednie kell? Sajnos azt kell, hogy mondjam, pontok nem voltak, emberek voltak, emberek, akikben a rendszeren belüliek, mégis rendszeren kívüliek, akik ezt nem tudtak ebbe belemenni. Tehát akik, hát nem is tudom, hogy fogalmazom, akik azt mondták, hogy nem. Volt egy olyan pont, amikor éreztük, hogy elengedték a kezét. Az volt. Azt meg tudom mondani, ezt konkrét pontot tudok megmondani, az a első másodfok előtti, amikor mi megírtuk azt a bizonyos beadványunkat, és jött a Gál András, a dr. Gál András, a jogi képviselőm, ott látszott, hogy ott elengedték a kezét. Azt látszott. De az ügyészség még akkor sem. Kinek most? Pontosan mire beszél? Az elkövetőnek, de. Tehát a vádlottnak. Már nem jelent hálót számára az, ami egykor háló volt. Igen. Ez volt az a pont, amikor... Már számukra, azok számára, akikről most nem mondjuk, mint a Valdemornak, nem tudjuk kik ők, de volt egy ilyen láthatatlan kéz, ami fogta őt és védelmezte, az levette róla. Azt nem mondom, hogy azt mondta, hogy igenis, most akkor mindent vizsgáljunk is szakszer, azt még nem tartunk ott, de levette róla a kezet. Tehát azt láttuk, hogy már nincs az, akik. De a szakmaiság még mindig nem következett be. Az van, Erika, hogy az egyik legfontosabb gondolat, ami eszembe jut ezzel az egésszel kapcsolatban, hogyha az eljárásról van szó, hogy legyél bíró, ügyész, ügyvéd, védő, bárki ebben a rendszerben, van egyetlen egy nagyon fontos pontja, ami szerintem a legfőbb szempontja annak, hogy te aztán professzionális szakember is legyél, hogy elsősorban ember legyél, és utána töltsd be a pozíciódat, és lásd el a feladataidat. Ezt nagyon szépen köszönöm, ezt mindig sérelmezik, mindenféleképpen embernek kell maradni. Én ezt nagyon-nagyon fontosan tartom. Utána jöhet minden. A szakértelem, a rátermettség, minden más. Ha hiányzik az emberi rész,
akkor az egész nem ér semmit. Mert szerintem nagyon fontos azt is megállapítani, hogy egy áldozatnak, ugye nagyon sokszor az történik, hogy az áldozat nem tesz feljelentést a bűncselekmény után, amit rajta megvalósítottak. És ez nagyon sokszor azért van, mert egyszerűen annyira kiszolgáltatottá teszi az áldozatokat, és annyira nehéz plusz súlyt tesz rájuk, és meghosszabbítja a traumafeldolgozást, és inkább azt mondják, hogy bocsánat, de nekem ehhez nincsen erőm, én ezt nem tudom megtenni, én ezt nem tudom kijárni ezt az utat, mert így is alig állok a lábamon. Ugye ehhez jön az, hogy ebben a küzdelemben a rendszernek, hogyha mégis van esély arra, hogy ezt az igazságszolgáltatás útját az áldozat végigjárja, akkor mindenben segítenie kellene. És hogyha a rendszer még mindenben segít is, és tényleg úgy viselkedik, ahogy elvárható egy ilyen szituációban egy áldozattal, akkor is ez egy baromi nehéz út egy áldozatnak. Tökéletes. Ezért nem mondom soha senkinek, hogy menj, állj ki. Mert ne álljon ki mindenki, mert ez pontosan tudom, amit most te elmondtál. És ezt most még elmondva is borzasztó, de benne lenni, egyszerűen ebben az örvényben lenni borzalmasan nehéz és fárasztó és idegtépő és idegölő és lelkiölő. Valaha volt olyan pont, hogy azt mondtad, hogy rohadjatok meg, én nem csinálom. Soha. Egyszerűen így vagyok össze. Egyszerűen engem úgy vagyok összerakva, hogy minni a rendszer autókatar, főleg egy autókatar rendszer, minél jobban nyom, annál jobban ellenállok. És itt követte el a hibát a rendszer velem szemben. Mert szerintem, hogyha velem szemben ilyen segítőkések és minden, és ezek megadják ezeket, és ügyesebben csinálják, nem ilyen arcátlanul hazudik az ügyészség az arcomba, és ilyen arcátlanul autokratán viselkedik velem az első fok, akkor lehet, hogy nem vagyok ennyire erős. Tehát nekem ez adta ez a nagyon erős autokrata, lenyomó és rendszer adta nekem azt az ellenállást. Így vagyok összerakva, tehát szem gyerekkorom óta. De piszok néz, tehát azt nem mondom, hogy nem volt olyan, amikor padlón voltam, de mi Attilával soha nem beszéltünk arról, hogy akkor mi feladjuk. Tehát akkor elmegyek a falig, akkor elmegyek addig, amíg kimondják, hogy nem ő volt, nem ő csinált, semmi nem történt, akkor mondja ki. És de Attila akkor is ilyen, vagy ilyen lett melletted? Hát ezt tőle kéne megkérdezni. Azért ő nagyon sokat szenvedett tőle, mert hogy megyek, ő meg próbál, hát ezért nagy veszekedéseink voltak a konyha. Pont a más, amikor visszajezték, hogy amikor a másodfok volt, és tudtam, hogy újra az első másodfok, és akkor hazamentem, és nem volt ez a nyugodtság, mert tudtam, hogy a kúria jön, és tudtam, hogy megint, és akkor mondta, hogy te miért nem tudsz folyamán megnyugodni? Hogy most azt mondod, hogy legalább üljük le? Legalább egy órára mondjuk azt, hogy született egy 9 éves ítélet. Nem, szóval én nem, mert nem. Tehát nem, ez az élet, hogy az életveszély kimond, tehát én mai napig tudom, hogy az én ügyem rosszul lett besorolva. Mindenhol Európában, mindenhol a savazás, lugozás az egy életellenes bűncselekmény. Az azt jelenti, hogy 15 év, 20 évről indulunk. Különben még egy válasz szerint nagyon fontos, nem tudom, ez a könyvben lelettem, már nem emlékszem, hogy a jogi képviselő minden alkalommal beadta, hogy Renner Erika életveszélyben volt, és az az életellenes bűncselekménynek a kritériuma, hogy a tudata át kellett, hogy fogja, hogy életveszélyben vagyok, akkor esetőleges szándékkal elkövetett emberölés kísérlete. Ez a jog. Feketén-fehéren. És amikor a jogi képviselőm ezt mindenször leírta, hogy ki másnak, hanem egy orvosnak, egy égés és beszélsenek kell a tudata, hogy átfogja. És ezt mindig beadtuk, hogy ezt kérjük a minősítést. Az ügyészség sose képviselte ezt a minősítést. És egyszer megkaptuk másodfokon, hogy ezt konkrétan szó szerint tudom idézni, hogy a vádlott cselekménye megkezdte a testi sértést ellenit, megkezdte a cselekményt, a tudata átfogta, hogy életveszélyben vagyok, de úgy csinált, hogy ne halljak meg. Tehát az, hogy ő orvos, az egy pozitív, nem is, hogy negatív, de hogy csinálta, mikor rám zárta, hogy abban a pillanatban, hogy rám kattintotta a zárat, minden kulcsot elvitt, és minden segélyhívómat elvitt, a telefonját, a laptopot, abban a pillanatban, hogy halálra ítélt engem ott. És a véletlen szerencse, amikor a szakértő kimondja, hogy véletlen az, hogy Renner Erikát ekkor találták meg, hogyha nem keresnek engem, és nem olyan kollégáim vannak, akik emberségesek, és a főnöknök. Illetve nem olyan helyzetben vagy már egyébként pszichésen, hogy pontosan mindenki tudja azt a környezetedben, hogy ha te nem veszed fel a telefont, akkor nagy eséllyel van baj. De már tudták, hogy zaklatnak, tehát tudták, hogy ott én bajban vagyok. Tehát tudtuk az esemény folyamatát. Tehát, hogyha engem nem kell, hanem a gyerekeim 5-kor jönnek haza, én már nem élek. Én most nem beszélgetek itt veled. Neked az, hogy ő most már börtönben van, az a biztonságérzeted hány százalékát jelenti? Mennyivel érzed magad jobban biztonságban attól, hogy ő most a rács mögött van? Mai napig zaklat a családja. Éppen 3 hete tartóztatták le azt, akit hergelt a család, és
zaklatott minket, a családomat is. Ott történt egy feljelentés. Igen, történt feljelentés, több is. A rendőrséghez elmentem feljelenteni harmadiket, és elküldtek, hogy ugyan már, de ezért félek, mert azt mondja, hogy nagy bajom lesz, és nagyon fog nekem fájni. Elküldtek, akkor panasszal éltem. Végülis az volt a szerencsém, úgymond, hogy megfenyegetett életveszélyesen egy ügyészt, aki az ügyemben volt a Csiha Gábort, hogy elvágja a torkát, és akkor komolyan onnantól kezdve kiment a tek. Illetve az más bűncselekménynek is minősül. A hivatalos személye, persze, az már egy nagyon komoly, és onnantól kezdve tényleg komolyan, de különben ez úgy zajlott ez a zaklatásom, hogy minden alkalommal bekopiszta az összes jogi szereplőt. Tehát a Kónya is válta volt, a kúri elnöket, az összes, aki az ügyemben szerepelt. Én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted te valaha. Tehát azért nem vagyok biztonságban, mert ő börtönben van, ha ezt akarod kérni. Egyáltalán nem. Ha azt mondanám, hogy nekem az nyújtana a biztonságot, hogy ő el van zárva. Az elzárás az a társadalomnak szól. Tehát, hogy ezt nem lehet megtenni, mert akkor ilyen társadalomtól zárlak el. Tehát én nem érzem magam elzárva tőle, hiszen mondom, a családja is olyanokat, blogokat ír meg. Hát, tehát nem ez nyugtat meg. Nekem a bizalom a rendőrség iránt, tehát én úgy születtem és úgy éltem, mint minden más ember, hogy bíztam a rendszerben. A bizalmam ott volt a rendszerben, de ők elvették. Tehát teljesen padlói. Tehát ez nekem 70 év kéne, hogy újra felépítsem azt, amit születéstől a rendszer iránti bizalmamat. Ha áttérünk arra, hogy a bizalomnak egy kicsit a másik oldalát vizsgáljuk. Attila, a te párod, ővel a 3 hónapja ismertétek egymást, illetve ismerkedtetek, ez egy kezdődő szerelem volt. Nagy szerelem, igen. Nagy szerelem. Nagy, igen, ilyen első lát, igen. Amikor a bűncselekmény megtörtént. Az jó. Arról próbálok beszélni, hogy szerintem az Attilának a helyzete az egy piszok nehéz emberi helyzet volt, ugyanis az történt, hogy ő 3 hónap alatt szerelmes lett egy nőbe, akit aztán a volt kapcsolata megcsonkította, és tulajdonképpen teljesen kiszolgáltatottá tette. A könyvből is ki lehet olvasni, hogy Attilának ez nem volt egy döntés, hogy ő veled van, vagy nincs. Nem. Én erre próbáltam rájönni, hogy lesz-e egy olyan pont, amikor azt érzem, hogy ez az ember úgy döntött, hogy veled van mindenben, ami következik. És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ő ezt a döntést soha nem hozta meg, mert maga az egyértelműség volt az, hogy 3 hónapja szerelmes egy nőbe, és ő ápolja a te sebeidet. Legkiszolgáltatottabb helyzetekben, amit el tudunk képzelni egy életben, melletted van, segít WC-re menni, segít mindenben. Neked ez mit jelentett akkor? Igazából ugyanaz Attila mindig sokszor elmondja, hogy ilyenkor az ember nem gondolkodik. Tehát ott van egy szenvedő ember, akin úgy érző, segíteni kell. Én nem tudok gondolkodni olyankor. Én kínokban szenvedek, vagy épp a morfiumos lilagőzben, tehát ez váltakozott. Nem, ő nem gondolkodott. Ott van egy élő lény, és akit szeretek, és mondjuk ezt is meg... Ráadásul neki ezért volt nehéz, mert ezzel még egy általános, hogy egy utcán lévő idegen ember is, ugye az is szenved, segíteni próbálsz, de ő neki még szeret is, és ezért volt talán sokkal nehezen, nagyon le is fogyott. Szóval, hogy ő ebbe belefogyott ebbe, hogy próbálja ezt. Tehát ő nem gondolkodott, tette a dolgát. Erik, nekem pisilni kell, nem tudok. Be kell vinni a fürdőszobába, folytatni kell az zuhant, hogy ne a húsomon folyjon végig a vizelet. Akkor széklet, akkor át kell pelenkázni, akkor jön a... Szóval egyszerűen ezek így zajlottak. Volt egy olyan pont, amikor felúcsúttatok? Március után mikor történt ez, amikor egymásra néztek, hogy mi történik? És hát mi... az a kórházban, amikor ültünk, és én felébredtem éjszaka, hajnal 4-kor, akkor már, hogy akkor most mi van, és hogy ezt hogy tudta valaki megtenni. Szóval, hogy próbáltuk helyre rakni magát, hogy tud valaki ilyet tenni, tehát próbáltuk ezt a felfoghatatlan felfogni. De amikor már ilyen rossz állapotban voltam, ugye utána voltam mire rossz, ami feltisztult a sebb, és akkor kellett ezt az Attilának nagyon helytállni, és ugye képzeld, hogy ott a szülei, meg mindenkitől elszakítva a lányától, ott egy szobában vagyunk, és ma ezt a mély magányt, tehát azt elmondani, és ugye akkor az Attila próbált segítséget kérni, volt egy olyan, hát ugye 3 hónap után, hogy úgy érezte, hogy szüksége lenne, és akkor pszichológust kerestünk, és ugye akkor volt az, aki azt tanácsolta neki, hogy hagyjon ott. Sokszor Attila azt mondja mindig, hogy nekünk az is fura, hogy azt mondják, hogy az a fura, hogy ő velem maradt. Ne álljunk így, úristen. Tehát, hogy persze én sem tudom, mit csinálnék, de ami szóval, hogy ne az legyen a fura, hanem az legyen a normális, az legyen a fura, hogyha a szerelmünk bajban van, és akkor én ott hagyom. Tehát legyen már az fura, könyörgöm. Tehát, hogy ő
Persze, most amikor én elolvastam a Kértaver, hogy írja el, hogy hogy éltem el, hát azon én is. Most tudta ki a nő is a könyvbe, hogy... De tőle soha senki nem kérdezte. Hogy te mondd, ezt megint azt mondom, hogy a rendszeren belül... Te kérdezted? Hogy hogy bírja? Hát... Azt hiszem, hogy így szóban nem került ez. Olyan fura lenne így leülni, és erről így hideg lenne, de azt hiszem, hogy a mi kapcsolatunk, meg úgy az egész, szerintem ez ilyen szavak nélküli, én úgy gondolom. Az biztos, hogy ez egy olyan elemi kapcsolódás köztetek, igen. Ami... Tehát nem kellnek nekünk ehhez nekünk így kimondott szavak. Mondom, tehát így a szeretetünk, meg az egymás, meg az elfogadásunk, szóval én pontosan tudom, hogy milyen személyiség vagyok. Tehát azért, ami pozitív ebben, hogy én akkor is megyek, és egy zsándárka, az azért ilyen vagyok azért. És tehát nem csak itt vagyok ilyen, hanem azért, de úgy érzem, hogy így kiegészítjük egymást, és szerintem én remélem, hogy én is tudok neki sok mindenben így segíteni, és hogy ő is látja, hogy milyen érdemes küzdeni valamiért, és neki is... Meg hát ő abban a nőben lett szerelmes, aki ilyen zsandár egyébként. Hát igen, mondtad, nem, hogy abban a három hónapban is az voltál. Vagy... Igen, tehát igen, sokszor voltak férfiak, akikkel mondjuk ugye együtt ért, hogy ők szerették, hogy én az vagyok, de amikor persze már annak van egy másik oldala is, azt már azért nem akarták. Tehát ez nem olyan, mint ez a jeans buliban benne van, amikor, hogy ugye az is vele jár, a csomaggal van. Tehát nem olyan, hogy ezt kimazsolázom, hogy hát akkor ezt nem. Tehát az Attila azt is viseli, amikor én azért ez a fajta magatartásomnak azért van egy halálidegesítő része is, szerintem. Igen, egy veszekedésetek le van írva a könyvben. Hát igen, szóval van azért a többi. Karácsony szóval napján, amikor összebalhéztatok, és tulajdonképpen szakítottatok, és ő elindult. Igen. És van még egy, amikor a reptéren is szakítottunk, amikor aztán a lakás meg... Igen. Szóval azért nehogy azt így, hogy nem vagyok egy ilyen... Tehát nehogy azt higgyék, hogy mi rózsaszín szívecskéket rajzolunk a kádba Valentin napkor. Tehát nem vagyunk ilyenek. Szerintem így, szóval így konkrétan mi nem beszéltünk erről. Tudom, hogy mit tett, és én igyekszem majd az életem során, a vele való életemben ezt hát mondjam, meghálálni, vagy ez nem így, vagy hogy mondjam, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy ez nem így van, hogy neked ezt meg kell hálálni, igen, hanem jól kell érezni magatokat az életben. Igen. Hogyan tudsz ezek után, a tapasztalások után, és az elmúlt 10 éved után megismerkedni valakivel, és bizalommal lenni felé, legyen az egy barátság, egy munkahelyi kapcsolat, bármi? Tök jól. Azért, mert nem általánosítok. Ezt a bűncselekményt Bene Krisztián követte. Ezt az aljasságot Bene Krisztián tervezte ki. Ezért Bene Krisztián egyedül kizárólagosan felelős. Senki más nem felelős azért, amit ő tett. És nagyon-nagyon csúnya dolog lenne bárkivel úgy viselkednem, hogy ugyanolyan aljas, mint Bene Krisztián. Tehát én mindenkivel remek embereket ismertem meg. Gál András, Mérő Vera, te... Tehát csomó minden, kiadók, tehát én nagyon ugyanolyan bizalom, tehát ez nem teszem rá senkire ezt a terhet. Ezt egy valaki csinálta, egy valaki borzalmas, gonosz agyában tervelte ki, és ez ő. Kérdeztetek valamit? Igen. Mert én erre próbáltam rájönni, és nem tudom, hogy te szeretsz ilyeneken gondolkodni. De szerinted te mikor lettél a rögeszméje ennek az embernek? Általános iskola alsó tagozatában, amikor ellopta a kulcsomat. Benne van a szakértő véleményben, hogy egy ilyen fétise vagyok. Azért 20 évig őrizte a kulcsomat, mit ellopott, meg a fotómat. Nem én, nem Renner Erika miatt, nehogy azt hidd. Tehát én egy rossz gyerek voltam általános iskolában, ő meg egy jó tanuló, jó sportoló volt. Tehát is egy különbözőek voltunk. Nem is, amikor megkerestek az általános iskolát, és te hogy kerültél ez az? Te mit kerestél? Tehát, hogy én csodálkoztam, hogy egyáltalán egy napot is együtt voltam. Nem, hanem ez egy beteg. Ez egy tárgyként kezeli, az ilyen típusú emberek tárgyként kezelik azt, akit ők kinéznek maguknak. Most ha nem mondanám el, hogy az ő vallásos családi légköre, meg az ő egész, az apjának a blogját el lehet olvasni, hogy hogyan kurváz le. Szóval hogy a női nemi szerv az a bűnfészke, ha csak nem szül. Ebben nőtt föl. Nem akarom fölmenteni, senki ne így azt. De azért ez így egy egész, hogy ő mi lett. Tehát, hogy termődik egy ilyen ember, akinek ezt az agyában megtervezi, megcsinálja, és meg is csinálja. És amikor ott van, elkábítva, nő mesztelenre vetközteti
A nadrágját mindenki láthatta a fotón, abból mindenki látja, hogy ott mi történhetett. Szerencsére én nem voltam magamnál, de mindegy. Szóval, hogy ez ilyen mértékű gonoszságot az emberi agy nehezen tud felfogni. Van egy olyan pontja ennek az egésznek, és a könyvben ez le van írva, amikor én fogtam és eldobtam azt a könyvet, és azt mondtam, hogy én ezt nem tudom tovább olvasni. Amikor te levezeted azt, hogy milyen indítékai lehettek abban, hogy ezt végrehajtotta a Krisztián. És itt ugye arról beszélsz, hogy ennek az embernek tulajdonképpen voltak problémái a vallásosságával, a szexuális vágyaival, azzal, hogy a szexualitását ő hogyan tudja megélni, hogyan nem tudja megélni. Te a rögeszméje voltál, és megvalósított egy olyan bűncselekményt, ami téged képtelenné tett arra, hogy a nemi életedet egészséges formában tud élni a további életedben. Képtelenné tett arra, hogy más férfival tud megélni a szexualitásodat, és elvette tulajdonképpen, megsemmisítette a nőiségednek az egyik legfontosabb részét, a nemi szerveidet. És hogyha ezt végig gondolja az ember, ezt a fajta szándékot és indítékot, ezt, Erika, hogy lehet feldolgozni? Nagyon fontos, amit szerintem nincs benne a könyvben, de lehet, nem tudom most elmondani. Volt ugye nekem az elkövetés, akkor elkábított, és amikor magamhoz tértem, van egy üres rész. És ez szerintem minden áldozatnak nagyon fontos. Akit, mondjuk más, akit folyamatosan vernek, mondjuk az is borzalmas, amit az orosz Bernadett tett, de ő magánál van. Tudja a helyzetet, mi történt. Most kézzelje azt a hallgató, hogy nekem van egy X kiüresedett rész. Miközben az kiinduló pontkor volt egy testem, és a felébredési pontkor egy másik testem volt. Tehát ott egy üres, légüres térbe keveredek, miközben súlyos az integritás, meg súlyosan megsértették a testi integritásomat. Na, ezt akarom elmondani. És nem tudom, hogy mi történt. Esemény utáni tablettát kaptam a kórházban, mindenki láthatja a nadrágomat. Itt most arról beszélünk, hogy nem került bizonyításra az, hogy téged megerőszakolta, mielőtt leöntött lukkal. Nem lehetett, mert a hüvelyem már olyan állapotban volt, hogy nem lehetett. De a nadrágomat mindenki látta, és arról van egy szakvélemény, ugye? Azt a fotókat ugye lehet látni, amit én ugyan 5 év múlva kaptam meg, és nem kérdeztek rá, mi az a fehérje volt. Tehát mindegy, ezt hagyjuk most. Tehát nekem, az csak azért fontos, mert nekünk Attilával muszáj nekem, és ezt Attila segítette is, ebben is, hogy kitöltsem azt a részt. Mert vagy megőrülök, de ezt most nagyon komolyan mondom, megbomlik az agyam, mert nekem tudnom kell, tehát az nagyon rossz, amikor úgy történik veled valami, hogy a tudatodon kívül, tehát ez amikor begyináznak és megerőszakolnak, ez egy borzalmas, borzalmas, mert nem tudod, hogy nem voltál ura annak a helyzet, és nem tudod, hogy mi történt, és van egy nem voltál kontrollban. És van egy, és közben látsz egy dolgot, hogy neked tudnod kell, hogy mi történt. Tehát nekünk azt a részt ki kellett tölteni. Ez azt jelentette, hogy mi fölvázoltunk 246 történetet, hogy mi történhetett, és folyamatosan átbeszéltük, folyamatosan, míg maradt 3. 3 rész. Ez egy 3 történet, amiben kitöltöttük azt a részt. Ami aztán a nadrág összezvétete megváltozott. De most van egy, amit én végigviszek, hogy velem ott valami, mi történhetett. Muszáj. És amikor mi erről beszélünk Attilával, hogy amikor muszáj felfognom azt a pillanatot, amikor ő egy mesztelen, eszméletlen nőt betesz a kádba, és pontosan tudja, mint égési szakember, hogy mi fog történni, és nem szabad választ, hanem lúgot, mert pontosan tudja, hogy ez milyen kárt okoz, és amikor beleönti a hüvelyembe, mert a hüvelyembe beleöntötte, mert az első egyharmada ugyanúgy harmad fog, és a többi pedig. Tehát ott ő fizikálisan ezt végigcsinálta, azt akkor meglátod azt, hogy mit jelent az, hogy gonoszság. Tehát, hogy muszáj tudnunk, tehát nem lehet eltolni ezt magunkon. És most hogy gondolsz erre a kiesett időre? Mi történt akkor? Hát ezt még senkinek nem mondtam, tehát ez egy nagyon nekünk, ez egy nagyon Attilával, egy nagyon... Tehát, hogy amikor ő elkábított és megcsinálta, ő... Tehát ahogy ezt elrevetkőzte, tehát én egy képileg elképzelem, hogy levágja a kötszert a kezemről, ugye a gyors kötözőt, és mesztelen, és azt a nadrágot muszáj volt látnom. Tehát ott történt az, ami történt. Ez egy birtoklási vágyról szól, ez egy hatalomról szól, az erőszak, a nemi erőszak mindig a hatalomról szól, sosem a szexualitásról.
a hatalomról szól. Ő azt megélhette, azt a hatalmát, hogy ő ott utoljára bármit tesz. Ez erről szól. Sosenki nem ezt a részt nem akarta. Szerintem olyan súlyos, és olyan gonosz volt ez a tett, hogy már néha úgy gondolom, hogy a rendőrség sem akar tovább nyomozni semmiben, mert ez épp elég volt. De ott az történt, ami történt, ami a nadrágomon van, ebben biztos vagyok, betett a kádba, és ott pedig ezt fizikálisan végignézte. Ez egyszerűen így történt. Ő azt végignézte, és utána nem bírta nézni a saját tettét, és betekert egy pokrózba. Miért tekert be pokrózba? Ez is fontos tudnunk ezeket. Nekünk ezeket muszáj volt elemezni, mert muszáj, tehát nem tudtam így élni, hogy azok... Azért, mert ő ilyen neveltetés kapott, és eltakarjon. Tehát az egész bűncselekmény elkövetésével saját magát körbe rajzolta különben, nem csak az injekcióval, hanem úgy az egésszel. Ez történt. Tehát mert én ott képről képre pontosan tudjuk, hogy mi történt. Ez történt. Én nekem ezt muszáj tudni azzal annak az embernek, akinek ezért nagyon ezért sokat jártam pszichológushoz. Ezeket muszáj volt többször 10 milliószor átbeszélnünk, hogy aztán meglegyen az az egy képem, amit én beteszek oda arra a kiesett részhez. Tehát én ezt tudom. Van a könyvben egy rész, amikor van az Erzsébet, aki a... Most ki fogom nyitni a könyvet. Az Erzsébet, aki egy nagyon hű tanú, aki folyamatosan, aki hamusan tanúzik Bene Krisztián mellett, és azt mondja, hogy a titkárnője, aki látta őt a kórházban abban az időben, amikor a bűncselekményt megvalósította, ami ugye nem lehetséges, hiszen Bene Krisztián bizonyította. És felbújtotta a kolléganőjét. Rengeteg olyan pontja van ennek az egésznek, például a Bene Krisztián apja által írt blog, és Facebook kommentek, amikben, hogyha így beleássa magát az ember, akkor egyszerűen így olyan állapotba kerül, legalábbis én, hogy nagyon nehezen tudom tűrtőztetni magamat, és nem tudom, hogy mit csináljak otthon a gép előtt a dühömmel. És a könyvben is van egy poszt megemlítve, amit ez az Erzsébet írt és hagyott, és ezt most felolvasom, mert valamilyen cikk alá kommentelte ezt V.S. Erzsébet, ami így szólt, hogy ma az Indexen megint egy közvélemény tovább Kriszt, ami gusztustalan, hogy mindenkit ócsárol a Bene családból. Apát, anyát, feleséget, gyerekeket, barátnőt, rokonokat. Erre pedig majdnem mennybe megy, pedig köztudott, hogy egy számító ember, aki csak a nemi életéről tud beszélni. A saját gyerekeire nem gondol, vagy arra, hogy milyennek látják az anyjukat. Nem az a legfontosabb az életben, hogy hányszor bújhatunk ágyba mindenkivel. Ennél az élet azért sokkal fontosabb. Most már tudom, kire gondoltál, ő a közvetlen kolléganője volt, ő volt a műszak is, nem is az a titkárnő. Ő nem a titkárnő, hanem a műszak is. Egy másik, igen, aki végig ugyanúgy segített neki, és alá dolgozott, hogy őt mindenféle bizonyítása. Akkor ezt tegyük rá, ő nem a titkárnő, én is úgy emlékeztem, hogy műszak is, csak nagyon sok műszak nevesített tanú van egyébként a könyvben. Ő megengedte a rendőrség, hogy akkor a bejárást rekonstruálták, ő legyen ott mellette. Az, hogy így beszéltek rólad emberek a nyilvánosságban, és azt mondták, hogy tulajdonképpen csak arról van szó, Erika, hogy nem tudsz majd szexelni a jövőben, most nem tudom, mit kell ezen rinyálni éveken keresztül, de komolyan, az elviszi abba az irányba, mint hogyha ez az egész ügy a te szexualitásodnak a megszüntetéséről szólna, meg a te nemi szerveidnek a megszüntetéséről szólna, és tök nehéz, mert szól arról is. Nagyon fontos, hogy szól arról is, hogy egy nőnek konkrétan eltüntette egy férfi lúggal a hüvelyét. Erről is szól ez az ügy. És elvette tőle azt a lehetőséget, hogy a jövőben gyermeket vállaljon, elvette tőle azt a lehetőséget, hogy a szerelmi életét olyan formában élje meg a párjával, amire a természet alapvetően az embernek lehetőséget ad. Szól erről is ez az ügy. De ez csak egy része ennek az egésznek. És te hogy élted meg azt, hogy a te szexualitásodról, a te nemi életedről, a te nemi szerveidről beszél folyamatosan a közvélemény? Köszönöm. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ez is. Az nem az én nemi szervem. Az egy bűncselekmény. A testem egy bűncselekmény. Az. Ugye ez egy nagy vita volt a fotó bekerüléséről. A könyvben? Igen. Illetve igen, a könyvbe, hogy bekerüljön-e a fotó. Nagyon fontos egyébként, hogy benne van. Én is így gondolom. Nagy vitánk voltak. A könyv végén, csak hogy érthető legyen, a Luke című könyv végén van egy QR kód, amit hogyha az ember megnyit, akkor ott beírja feljön. Beírja a születési dátum, hogy ez 18 igen, éven felül. Akkor feljönnek fényképek a bűncselekményről és a nemi szervedről. A sérülés, igen, a műtétek részéről.
Én nem azonosítom a saját testemmel azt. Szerintem a legnagyobb büntetése ennek az embernek, és majd erről is beszélünk, hogy nem szeretem, hogyha keresztnevén szólítják velem, mert nem. Mindegy, szóval az az embernek a büntetése, hogy ezt megmutattam. Mert ezt szembesüljön, hogy ezt ő tette, ezt ilyet tud ember társa ellen ilyen brutális, barbár dolgot meg tud tenni, és ezt azt ő jónak akart maradni, ő jó akart lenni, ezt a bűncselekményt nem lehet fölvállalni. Mindenki azt látja, hogy majd beismerő van. Ne, könyörgöm, egy ilyen bűncselekményt nem ismerünk be. Az agyát lezárja, hogy mert ő nem olyan. Egyszerűen azt akarom mondani, hogy én nem vagyok ez, pedig az. Tehát ez a tett, az a nemi szerv, az a szétroncsolt nemi szerv, az nem én, az nem az én, az nem én. Az egy bűncselekmény. És szerintem ő úgy gondolt, hogy én ezt úgysem merem megmutatni, úgyis ez egy intim dolog. Én meg nem. Nem így gondolom. És szerintem mindenkinek, akinek a bűncselekményemről akar beszélni, vagy erről az egészről, ami történt, muszáj látni, hogy miről beszélünk. Látni kell. Ezt tudja tenni egy ember ember ellen. És ez nagyon fontos. Tehát nem azonosítom magammal, ez egy olyan, mint egy helyszínelő, ez egy bűncselekmény. Az a testemnek az állapota, az egy egyszerű, ez egy bűncselekménykép. Nem érzem úgy, hogy az én nemi szervem lenne. Persze tudom, hogy azt, tehát nem vagyok hülye, tehát nyilván tudom, de azt mindenki nézze úgy, hogy ilyenre képes ember ellen ezt meg tudja tenni. Beszéljünk arra, amire utaltál, hogy nem szereted, hogyha a keresztnevén szólítják veled szemben. Uh-huh. Ne haragudj, hogyha így tettem. Egyszer volt, igen. Ez nekem nagyon-nagyon... És egyébként, ha belegondolok, akkor érthető. De igen. Mégis megkérdezem, hogy miért. Megköszönöm. Ezt nagyon köszönöm. Sok újságíróval volt ezzel problémám. Azért fontos ez, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, becenevén szólítani, vagy keresztnevén becézgetni, mert ez úgy hangzik olyankor, mintha neki Erikával lenne, ki sem tudom mondani, Erikának Krisztiána lenne egy perpatvarja. Semmi közöm ehhez az emberhez, semmi közöm. Ő neki a jogrendszerhez van a büntetéshez, tehát neki a jogrendszerre van elszámolni valója. Ő, mi nem vagyunk Zsuzsi és Peti, meg Kati és Csabi, hanem én Renner Erika vagyok, semmi közöm hozzá. 10 éve ezelőtt is az volt a fontos, hogy soha többet ne kelljen a nevét sem felejtsem el, ignoráljam a személyét, ehelyett 10 éve vele kell foglalkoznom. Semmi közöm ehhez az emberhez, nincs mondani valom számára. Ezt Attilát is kérdezték önben a bíróságon, engem is. Én nem utálom, nem gyűlölöm, nem. Ő itt kitette, ezt tette, a bíróság azt mondta, hogy jogerősen ezt tette. Ilyen indítatással mindenki ítélje meg maga, mit gondol róla. Először is azt leszek, hogy itt soha megbánásnak a halványi jele sem. Tehát nem, szó nincs arról, hogy mi megbán. Akkor mert nem, és nem is erre akartam. Engem kömmel kérdeztek a megbánásról, bocsánatról, hogy engem bocsánatról, majd akkor beszéljünk, hogyha oda jön és bocsánatot kér valaki, nem? Szerintem neked nem kell megbocsájtani. Ez különben, ez benne van a könyvben, azt hiszem, hogy amikor a csoportterápián már 3 órája folyamatosan sírtam, és ezzel küszködtem, ezzel a társadalmi nyomással, hogy meg kell bocsájtanom, mert a megbocsájtás, meg mit tudom én, és én ezzel küszködtem hónapokig, és amikor ezt észrevette a pszichológusom, és egy csoportterápián, ahol bántalmazott nők voltak, leállította a terápiát, és azt mondta, hogy Erika, nézze rám, magának nem kell megbocsájtania. És az egy olyan nagy kő esett le, mert én próbáltam felmenteni sok minden miatt, és hogy annyira napi szinten szembesülök a bűnnével a testemen, hogy ezt hogy gondolják? És ő mondta, hogy Erika, nem kell, és ezt nagyon szépen kérem, és nekem onnantól volt egy, hogy én ebben megkönnyebbültem, hogy nekem ezt nem kell, és miről beszélünk? Tehát arról, hogy soha nem is, szóval hogy erről nem is tudunk beszélni, Erika. Szóval nincs meg, tehát persze, beszélhetnék arról, de ahhoz neki tenni kéne, hogy akkor megbánom, hogy oda megyek. Tehát érted, erről nem is lehet beszélni. Tehát ez. Nem, én egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen bűn megvalósítása után nem feltétlenül van út vissza a társadalomban. Sőt, nincs. Figyelj, az lehetett volna, tehette volna. Figyelj, azt mondtuk mi is a tényleg, hogy az első alkalom, hogyha azt mondja, hogy figyelj, annyira szerelmes, nem tudtam elfogadni, és belehergelődtem, és elvesztettem az eszem, és kérle, és megpróbálom. Te ezt komolyan mondod most? Sokat gondolom, nagyon látod, mennyi mindenet kell gondolkodnunk, tényleg van nagyon sokat, hidd el, ezt napi szinten gondolkodnunk, hogy mit tettünk volna akkor, hogyha ez így van.
Az biztos, hogy akkor nekem sokkal könnyebb 10 évem lett volna, hogyha ez így zajlik. Az, amit most csinál a családja velem, a mélyen vallásos családja, hogy napi szinten kurváz, és napi szinten felhergel másokat, elmebetegeket, és rámuszítja. Ahogy az ügyvédje, a védője azt mondta börtönben, hogy ha engem újra megtámad egy férfi, akkor per újra felvétel tud. Tehát ez biztos, hogy nem könnyített az én 10 évemen. Tehát lehetett volna ezt emberien azt mondani egy egészséges embernek, hogy mindenki követel, jó, mondjuk tényleg ezek olyan borzalom, amiket olyan mondatok, amiket nem lehet kimondani ennek az ügynek a kapcsán, Erika. Komolyan. Nem lehet azt mondani, hogy mindenki véd hibát. Erre nem lehet ezt mondani. Tudom. Ezt te is tudod. A pszichológusomnak próbáltam, kérdem, hogy az első, akkor elmentem a pszichológushoz az áldozatsegítő központba, akkor már 6. terápiás időszakunk volt, amikor én elkezdtem mondani nekem arról, hogy én erről nem tehetek, Erika, és én addig azt csináltam, hogy nem is rólam lett volna szó, hanem egy másik emberről kezdett, úgy álltam hozzá, hogy nem is az én testem, mert próbáltam kívülről nézni, és próbáltam mentegetni. Kezdett végig, próbáltam mentegetni, ilyen családból jött elnyomás, nagyon szexuális elnyomás, és akkor végre kimondtam, akkor azt mondta a pszichológusom, Erika, 6. alkalom vagyok itt magával másról, és könyörgöm, Ki nem szarja le, mindenkinek van egy anyaapja, és mindenki jött valonnan, de nem mindenki lesz egy szörnyeteg. Az van, hogy 2024 márciusában ő, hogyha minden kedvezményt megkap, és jó a magaviselete, akkor szabadulhat. Uh-huh. Gondolsz arra, hogy neked élned kell még úgy, hogy ő szabadlában van, és az milyen gondolatokat kelt benned? Hát igen, még azért messzebb van egy picit, de persze gondolkodunk ezen is. Ő kérelmeznem kell, hogy tudjam, hogy mikor szabadul pontosan. Ezt az áldozatoknak nagyon fontos, hogy tudják, hogy nem automatikus, mint máshol. És erre nagyon szeretném, hogyha mire oda jutunk, erre már elinduljon bármi, hogy az ilyen, amit a jogerősítetben mondtam, hogy nem csak a tette, hanem a személye is különösen veszélyes a társadalomra, egy ilyen típusú ember utánkövetés van. Tehát a szexuális ragadozók, vagy a pedofilokkal kapcsolatban pontosan tudják, hogy melyik kerületben lakik, hol él, ez egyszerűen utánkövetése legyen. Ahogy én elnéztem az én 10 évemet a jogrendszerben és a hivatali részekben, nyilván ez Magyarországon zéró, nincsen, de én biztos, hogy amit közeledik ez az időszak, akkor erről fogok majd, ha meghívnak ilyen jó kis podcastokba beszélni, hogy milyen fontos, hogy Magyarországon is ez kialakuljon. És szerintem van változás, mert például én nem tudtam, hogy van áldozatsegítő központ, amikor engem kihallgattak a rendőrségen 10 évvel ezelőtt, most voltam az új ügyemmel kapcsolatban, ott van az utolsó, be kell pipálni, hogy kérek-e szakszolgálatot és segítséget, annélkül nem tudja lezárni a jegyzőkönyvet. Van változás, ki kell taposni a rendszerből, mert magától nem csinálja. Tehát én úgy gondolom, hogy mire én oda jutok, az 2024 március 20-ára, akkor már úgy szeretném, hogy ez is egy, ne kelljen ez nekem is nyilvánossághoz fordulni újra. Az, hogy van változás a rendszerben, és hogy ki kell pipálni, hogy te kérsz áldozat segítő szolgálattól segítséget, vagy nem, azt hiszem ebbe a kis fogaskerékbe, hogy ez egyre jobban forogjon, ebbe te is beleraktál egy elég nagy adagot, és te is bepörgetted ezt a fogaskereket. Nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, de őszintén remélem azt, hogy a rendszer fejlődik úgy, hogy a jövő áldozatainak könnyebb lesz, és de csak egymásra kelljen számítani, lehessen számítaniuk, hanem kapnak segítséget. És az ebbe beletett munkádért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm szépen, Erika. Én köszönöm, hogy meghívsz egy ilyen kedves beszélgetést, ez sokat jelent. Köszönöm. Ez volt a Mit gondol podcast évadzáró epizódja, amiben Renner Erikával beszélgettem a bizalomról. Legközelebb ősszel jelentkezem friss epizódokkal, addig pedig pihenjetek ti is, amennyit csak bírtok, én is ezt fogom tenni. Köszönöm, hogy itt vagytok és hallgattok minket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!